Épp most szavaztunk a családommal, mindannyian elmentünk szavazni. Nagyon fontos, hogy mi magyarok milyen küldöttséget küldünk az EP-be. A 21 fő, aki ott képvisel minket, valójában az ország érdekeit képviseli. Az a tét, hogy a magyarokat tisztelni fogják, elfogadják, hogy nekünk önálló gondolataink vannak, és ez a nemzet, ez a mi nemzetünk, ez az ország a mi országunk, és mi szeretnénk benne dönteni. Szélsőségek tapasztalhatóak, mind a szélső jobb, mind a szélső bal nem elfogadható. Rengeteg pályázati pénzt hoztunk 60-ban ide a környékre. Én úgy gondolom, hogy ezek nem lettek volna meg, ha nem vagyunk EU tagok. Illetve a másik oldalon pedig Európában ott vagyunk, benne vagyunk, integrált részei vagyunk, hiszen a közepén élünk már több mint 1000 éve. A másik oldal pedig hát a szélső bal, ami ugyanolyan szélsőséges, ugyanolyan veszélyes, hiszen ők mindent elfogadtak, amit eddig az EU megpróbált ránk tenni, mint egy utasításszerűen végrehajtották az egészet. Nem elfogadható. Mi önálló gondolkodó nemzet vagyunk, és ezt szeretnénk megtartani. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki, aki a Néppártra, aki a Fidesz-KDNP listájára szeretne szavazni, menjen el és szavazzon ránk.